érezzük azt, hogy igenis valami icipicit, de csináltunk, ami jó. Hogy megismerjük a világunkat, megismerjük egymást, mint emberek, és közben önmagunkat. Hát, hogy haladjunk és elérjünk valahova majd. Szerintem azért, hogy maga a világ is tudjon tovább fejlődni. Biztosan mindenki küldetéssel, mindenki szereppel születik le a világba. Valahol otthon legyünk benne. Világnak most az a baja, hogy az emberiség nagyon el van kényeztetve mindenféle jóléttel, rafináltsággal, amire tulajdonképpen nem igazán van szüksége. Az erdélyi ember viszont nem, hogy nem volt elkényeztetve, hanem tulajdonképpen sokat szenvedett. A romániai ember eleve, az erdélyi magyar ember pedig még annyira, mert ő még hazátlannak is volt minősítve. A szenvedés, a fájdalom, a gyötrődés egy nagyon pozitív és doppingoló minőség, amit azért jó megélni és jó keresztül menni rajta. Mi lesz ezzel a helyen, hogyha mindenki elmegy? Ugye nyugatra azért, hogy jól éljen. Ezek az emberek szerintem visszavágynak, mindenki visszavágyik valamiféleképpen, mert a következő érettségi találkozón látom az embereken, hogy vágynak haza. Hazajárnak karácsonykor, hazajárnak húsvétkor, hazajárnak egyfolytában, de mégsem sok nem meri megtenni azt a lépést, hogy fogja magát, akkor azt csinálja, ami a szíve diktál. Engem a pénz nem vonzott soha, ezért fogtam magam és hazaköltöztem, mert itt van dolga. Nem bántam meg. Nehezebb a helyzet, persze, anyagilag sokkal nehezebb, de az embernek kevés kicsi igényei vannak, akkor kevesebb pénzből is megél. Igen, érdekes módon vannak emberek, akik hazajöttek Magyarországról, és most is egyre többen vannak, hogy jönnek haza, igen. Nem valós célokat követünk, nem valós álmokat követünk, hanem olyan álmokat, amiket felépítenek bennünk, ki tudja kik, ki tudja milyen szándékkal. Itt vannak rokonaink, akik kinn élnek, és nem mentek messze, Magyarországon élnek. De minden este elsírják magukat. Most már nyugdíjasok, meg ott öregedtek meg ott, ugye most már nem tudnak hazainni, ott éltek 20-30 évig. De tényleg, és ezt ők mondták, meg ők mondják mai napig, hogy amikor hazagondolnak, akkor azt nézik, hogy nyugdíjaskorukra miért maradtak kint. Mert nem ott a helyük, de mindenkinek megvan, hogy hova születik. Én ide születtem, Gyergyóba, Orotvárra, Székelyföldre, akkor nekem itt a dolgom valahol. Elmegyek 1000 kilométerre, az emberek csodálkoznak, hogy elmennek Kínába, meg elmegyünk ugye Tokióba, meg mindenhova elmegyünk, Dubájba dolgozni, és nem kapjuk a helyünket, van pénzünk, de boldogtalanok vagyunk. Bocsánat a kifejezési. Nem ott a helyünk, valószínű. Hogyha ott volna a helyünk, akkor oda születtünk volna, s volna egy olajkutunk. De hogyha ide születtünk Székelyföldre, akkor itt a feladatunk, és ha erről letérünk, akkor nem biztos, hogy az életünk egyes lesz hozzánk. Az a jó, hogyha hazajövünk. Tehát nem én vagyok az egyedüli fehér holló, hanem néhány az vagyunk. Osztálytársaim is, akik annak idején kimentek, visszajöttek. Én azt gondolom, hogy akár csak az ember világot megy látni, megpróbálja megtalálni a maga helyét, és lehet, hogy más is arra döbbent rá, mint én, hogy hiába van kint euró, hiába van kint dollár, vagy volt annak idején márka, vagy bármit mondjuk a svájci frank, ami sokat jelent, és hát mekkora fizetés,
Egyszer én is egy ilyen idézőjelben kísértésnek voltam téve, amikor Kanadában voltam, hogy az ember összeszámolja, hogy milyen szép az az összeg, hanem a legfontosabb az, hogy hol érezzük jól magunkat. Tehát ez a tipikus az Ábeli, ez mindig ez jött ilyenkor eszembe, hogy ő is elment, ő is egy csomó mindent kipróbált. De nem a munkával volt a baj, bár a könyvből úgy tűnik, hogy nem szeretett volna dolgozni ez a székelylegény, hanem az emberekkel volt. Tehát az emberekkel való kommunikáció, meg mindenki máshonnan van, és mindenki rohan, és egymásra nincs idő, egymáshoz bejelentkezni kell, stb. Stb. Persze vannak olyanok, akik kimentek, és egy olyan alaptőkére tettek szert, hogy azt mondták, hogy most mindenkint fektessek be, lehet, hogy otthon másokon segítek, vagy én otthon jobban tudok élni, mert önmagára gondol oly sokszor az ember. Ez a kettőséget látom, hogy ezért jönnek haza. És hogyha fentről hagynának, akkor még többen hazajönnének. És szerintem ezt az országot szépen föl lehetne virágozni, hogy mindenki jól érezze magát bennem. I was feeling a bit claustrophobic in Italy. I needed some stimulus, to see the world and to learn about new cultures especially. I was living in Milan. I didn't see much going on. I mean, it was everyone doing the same thing, going to the office 9 to 5 and thinking about money, how to spend the money, what car to buy, and going on holiday. That's not the meaning for me for life, meaning of life. That's why I left. So we came here a couple of times while visiting, you know, going to Bucharest on holiday and visiting my husband's parents. And I liked the place. I found it very wild, very pristine. Also very strong in a sense that it's not easy to live here. Not everybody would live here. But I know that I sometimes you just take decisions out of, you know, gut feelings. I knew I had to be here. So we decided to build a holiday house. And then after a few years, we decided to spend longer time here, because we wanted to be more in touch with nature, spend a longer time growing things and being more responsible for our food production and stuff like that. And in Italy, it's more challenging from another perspective. You need more money. There you need money. Sokan szokták kérdezni itt Bukarestben is, hogy mint rockstar, mint zenész, mint énekes. Meg vagyok elégedve a helyzetemmel. A szabad úszóval benne van a szabad szó. És a szabadság számomra a legfontosabb. Valahogy otthon érzem magam mindig, amikor Németországba megyek, de megértettem, hogy tulajdonképpen ott mindig csak vendég leszek. És azért születtem itt, hogy itt próbáljak valamit módosítani, itt próbáljak valamivel hozzájárulni az életminőséghez, az élet javulásához. Az vagyok, aminek érzem magamat, tudniillik világpolgár. Yeah.
Török Sándor nagyon jól mondta ezt a dolgot, a Kökőszi és Bobojsza újabb kalandozásaiban, amit betiltottak, de szerencsére meg lehet kapni a könyvet most már, hogy mindegyik ember saját maga írja be egy könyvbe azt, hogy mi a teendője a földi életében. Csak ugye rendszerint az emberek ezt elfelejtik. És éjszakánként, amikor alszunk, az angyalok ezt felolvassák. Nekünk mindig a másnapra való feladatot. De rendszerint ezt is elfelejtjük. Vannak emberek, akik erre valamilyen féleképpen emlékeznek. És én úgy érzem, hogy valahogy egyre inkább kezdek emlékezni arra, hogy mit is írhattam én be az én könyvembe. Szerintem minden ember egy egyéni küldetéssel születik a Földre, és ezt én többször tapasztaltam, hogy amikor egy szándékom van, az a szellemi világ legmagasabb rétegeiből száll le hozzám ez a szándék, és hogy saját életem is egy ilyen szándék. És hogy egy ilyen szándékkal jöttem fölkészülve, úgymond. Hát ezt a férjem kezdte, saját magán, mert beteges ember volt, és kezdte magát ilyen-olyannal gyógyítgatni, és akkor tovább fejlesztett, akkor kezdett könyveket olvasni, kezdett, ahogy ő saját magán mindent kipróbált, akkor kezdte, hogy még másokon is segíteni, akkor jöttek nagyon sok levél, és nagyon sokon segített, sok levél, hálólevél jött vissza. Igen, mi már nagyon sok ideje, több mint 10 éve gyerektáborokat is szervezünk, és így az évek során kiderült az, hogy egyre kevesebb ember tud megengedni a gyerekének egy igazi tábort, amiben idő van arra, hogy valamit a gyerek azért mégis kapjon. És ezt látván pattant ki az ötlet, hogy kéne egy nagy tábort csinálni, ahol minél többen el tudnak jönni, minél több gyerek, minél több család, és pénzügyileg sem annyira erőfeszítő. És akkor így ezen gondolkozva egyszer csak kipattant, hogy ez egy gyermekfesztivál, és nagy hangsúlyt fektetve persze a szülőkre is. Nem csak tanítani kell a teológián, hanem az ember rá kell érezze, hogy a templom az első. Nem a parókia, a templom legyen az első. És a templomnak a felújítása, ami már egy következő lépés volt, de persze, aki itt jár Sztánán éveken keresztül, meséltek nekem, hogy olyan út volt, hogy nem lehetett bejönni. Az elődömnél elkezdték, és milyen hétvégenként, ilyen szombati napon én közmunkával voltam, amikor 40-50-en voltunk, traktor, bivajszekér, lószekér, gyalogosok, és itt volt egy régi alabáston bánya, bezárták, és a törmelékét hordtuk az útra. És mindig az volt, aki utolsónak jön, az valamit kellett vigyen, de nem Szentkirályi vízről volt szó, vagy az itteni borszéki ásványvízről. És nekem mindig szombaton voltak a vallásórák, és én értem legkésőbb le a közmunkához, és mindig, amikor volt ilyen rezerv, amikor vittem ilyen 2 liter bort, hát bocs, késtem, kedves atyafiak, na hát, hanem úgy is kérték volna, tehát ez meg volt ezek a valójában a közmunkák, amik összehozták a gyülekezet, felépítették, de ennek volt egy előzménye is, hogy láttam, hogy szét vannak szóra. Én azt mondom, mindenki másképpen csinálja, ez egyértelmű, mivel én focizni szerettem, és mindig az volt az óhajom és a kérésem, hogy bárhova kerüljek, azért focizni lehessen. És összeszedtem itt a fiatalokat, akik el voltak költözve, és nagypályás mérkőzéseket játszottunk, ők hazajöttek, az öregek kijöttek a meccsre, volt már egy hangulat. Utána, tehát így évről évre, amit már említettem, ugye a templomjavítás, ott volt a falu apraja nagyja, adta egyik kézbe a másikat, cserepet, beszélgettünk, vagy még az elején volt, hogy földet kint megműveltünk, és akkor jöttek nekem segíteni, és ilyenkor megnyíltak az asszonyok, a férfiak, sokkal másabb volt a hangulat. A Kaláka mozgalom
Ez nekem nagyon megtetszett, mert nagyon sok helyen, például Backamagarason, ahol lakunk, az óvodában nem épült, az óvoda udvarára nem épült semmilyen játszótér, semmilyen játék, mert ugye nincsen pénz. A polgármester hivatalnak nincsen pénz. Ha nincsen pénz, nem csinálunk semmit. Holott nagyon egyszerűen összedobtunk 2-3 évvel ezelőtt egy fűzépítményt az óvoda udvarára. Nem kell hozzá semmi. Össze kell szedni egy csomó ember, egy pár ember. Van, aki hozza a krumplit, van, aki hozza a hagymát, van, aki szedi a füzet, van, aki vágja a füzet, és van, aki megépíti a füzet. És ott van, együtt csináltuk, és óvjuk, és védjük. Tehát a közösségnek óriási ereje van. Minden esetre próbálják ezt kiülni belőlünk, mert ugye mindegyik amerikai filmben elhangzik, hogy az ember csak saját magára számíthat, de ez nem így van. Ez nem így van. Én már többször is feldobtam kevés sikerrel, hogy csinálni egy erdélyi magyar homeopaták egyesületét, mert ez fontos. Van román egyesület, van nagyon sok minden. Nagyon szépen, ügyesen kezelik a dolgot, de kellene egy mag, aminek ahova tudunk fordulni egymáshoz. Itthon nehezebb ezt valahogy összekovácsolni az embereket, megmozgatni. Nehezebb elindítani dolgokat, mint Magyarországon. Magyarországon még nem fogtam meg azt az eszenciát, ami különbség. De szerintem valószínűleg a Magyarország nyitottabb az embereknek a szervező képesség fele, vagy az, hogy ilyen téren ezt tapasztalom, hogy nehéz. A Romániában, hál' Istennek, jól áll a homeopátia. A román részről nagyon jól áll. A román képzés az nem volt megszakítva, mint Magyarországon, többször is. A Romániában valahogy rugalmasak ezek a dolgok, még egyéb is az oltások, vagy ezek a dolgok, sokkal rugalmasabban kezelik ezeket a dolgokat. Most például egy neonatológus kollégám azt mondja, hogy igen, mikor megszületik a kisbaba, akkor nem kell. Szülő kérheti, hogy nem adják be a BCG-t és a BCG oltást. És ez valahol Európa szinten nagy rugalmasságot mutat, mert például Magyarországon bizony eléggé vaskézzel fogják ezeket a dolgokat. A homeopátiás képzés az most Bukarestben is zajlik, meg Kolozsváron is. Ügyesek nagyon a román orvosok, homeopata orvosok. Itt Vásárhelyen is van egy-kettő. Már itt a Vásárhelyi Egyetemen, Orvosi Egyetemen is opcionálisként tanítják. Érdekes módon a magyar szakon nem. 2 éve, amikor elhatároztam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, akkor jött is a lehetőség, meg jött is a felajánlás, hogy kén Budapesten van egy iskola, amit érdemes lenne elvégeznem. Ez a Természetes Gyógymódok Szabad Egyeteme. Ide akkor be is iratkoztam, kimentem az első órára az első nap, így nézek körül, hogy miről szól az egész nagyon, akkor azt mondtam, hogy ez biztos, hogy az, ami nekem kellene, hogy tényleg azt adják vissza, amit meg azt hozzák vissza, hogy hogyan lehet gyógyítani. Mi az, hogy ember, miből állunk, nem csak a fizikai testünket is, de ugye felfele minden egyebet, mik azok a tényezők, amik megbetegítenek, hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan lehet ezeket gyógyítani, hogyan lehet ebbe bevonni a gyógynövényeket, ugye, mert ez az én részem, egy kis része a gyógynövények az egész gyógyításnak, meg az egész életünknek, de hogy ebből a sok kicsiből csináljunk egy egészet, most így ezt tanulom. Tulajdonképpen ez a kert, ez a biokert, amit itt láttál, egy kísérlet. Már második éve termesztünk zöldséget, gyümölcsöt, és még mindig kísérletezünk azzal, hogy mi terem meg itt legjobban. Mi szereti az itteni klímát, az itteni talajt. Egy újabb projektet kezdünk el Lengyelfalván. Ott vízellátási gondok vannak. És hát rákényszerülünk egy új megoldáshoz folyamodnunk, tehát helyi viszonylatban új, mert ilyen megoldással kevesen, vagy talán még senki sem próbálkozott.
esővizet begyűjteni, és azzal ellátni a vízszükségleteinket. Eleinte mindenki csodálkozott, hogy miért nem gondoltuk még kútásásra, miért nem ásatunk kutat, miért nem csatlakozunk a helyi vízhálózatba. Persze ezt mind meg lehet tenni, csak hogy senki nem tudja szavatolni, hogy lesz vízünk ezekkel a megoldásokkal. Csapadék itt ezen a világrészen lesz elég gyakran, még aszályos években is. Tehát ezt kell megmagyarázni. A helyi mentalitásban az esővíz valami olyan kényszerhelyzetben fordulnak hozzá, de talán még akkor sem. Hát ugye gyógyítunk, meg ezt tanuljuk, hogy hogyan lehet gyógyítani, meg legalábbis egyáltalán mitől alakulnak ki bizonyos betegségek az emberekben. Itt meg most már egyre több új kutatás is ezt bizonyítsa, de a régi keleti elméletek, meg az ős magyaroknak is az elméletei, tudásai, azok mind arra alapultak, hogy lelki úton alakulnak ki a betegségeink. És legtöbbször panaszkodásokkal. Tehát, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy én elkezdem mondani, hogy nekem most olyan rossz a napom, mert hogy megsüti a fejem, és biztos, hogy este fog fájni, akkor ezt olyan szinten meg tudom teremteni magamnak, hogy este tényleg fog fájni a fejem. És akkor meg milyen jól esik nekem hazamenni, kimenni valahova, s a fél világnak elpanaszkodni, hogy én annyit dolgoztam egész nap, hogy megfájdult a fejem. És tényleg fáj is, meg tényleg kell rosszabbik esetben, ugye még szedek rá gyógyszert is, ami tüneti megoldást azt jelent, de a lelki bajaimmal meg nem igazán foglalkozik, sőt, még elnyomja azokat. Úgyhogy nem tudom, ezek a, hogy panaszkodunk, sírunk, betegeskedünk egyfolytában, ez leginkább tényleg rajtunk múlik. Elégedette ön az életével? Ha az életemet nézem, hogy mit értem el idáig, akkor igen. Ha a be nem teljesedett dolgokat, akkor még egy picit lehetne dolgozni. Maximálisan. Igen, igen, teljesen elégedett vagyok. Jaj, persze, teljesen. Teljesen. Igen. Teljes mértékben. Ez a legjobb. És az anyagi helyzetével? Hát azzal szerintem senki sem, de megfelelő. Mikor igen, mikor nem? Tessék? Az anyagi helyzetével? Az is, igen is, innám is. Igen, abszolút, tényleg. Igen. Az anyagi helyzetével? Hát azzal is szerintem, mert van akinek sokkal rosszabb, de nekem elég jó. Hál' Istennek, jó vagyok, tényleg. De jó így. Az anyagi helyzetével? Azzal is teljesen elégedett vagyok. Erdélyt az egyház tartotta meg. Tehát a történelmi egyház tartotta meg a magyarságot. Ami nagy bajunk, nagyon elanyagiasodott a történelmi egyházak is. És ebből kell változtatni. Ebből kell nyitni. Ne a pénz legyen, ne az irítség. Ne a kolléga legyen az ellenfél, hanem bocsánat, hogy mi elvégeztük a teológiát. Akkor nézzük meg, hogy hogyan mentsük meg a híveket, a gyülekezeteinket. Hogyan neveljük, hogy megkereszték a gyerekeket, kevesebb legyen az elválás, házassági előkészítés, hogy ne ilyen hókuszpókokra menjenek, hanem megmutatni, nem fenyegető középkorú módszerekkel, meg kell találni. És aki a szívében igyekszik tiszta lenni és megtalálni a szeretetet, abban én hiszem az Úristen ad egy szikrát, hogy most azt a helyzetet hogyan oldja meg. Ez a világ azt akarja, hogy a család ne segítsen. Én a technika, én a gép, én vagyok a segítő fél, én megoldok mindent, mindenre választ adok, és megint visszatérek, ennek a fogyasztói vagyunk. Na most, hogyha nekem, és egy olyan társadalomban nők, ahol sajnos az édesapa, édesanyja reggeltől estig, látástól vakulásig dolgoznia kell, mert másképpen nem azért, hogy nagyon jó legyen, és szuper BMW vagy Audi-val futkározzon, hanem azért, hogy meg tudjanak élni, vagy ki tudják fizetni azt a törlesztő hitelt, amit ráerőltettek, úgy, ahogy ráerőltettek, ott nehéz. Nehéz valamit kapni otthonról. Fiam, mi kell? Inkább megveszem azt a telefont, az a
tablettet, hogy hogy a bánatnak hívják, mindezeket megveszem, csak hagyjál végén. Ez előteremtem. Miközben azért, hál' Istennek, többfele veszem észre, még nem olyan nagy százalékban, hogy rádöbbennek, hogy a család, és a, hogy önmagamat fölismerjem, hogy mire vagyok jó, az fontos és szükségszerű. Tehát az, hogy foglalkozzak a gyerekkel. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert úgy halljuk így mindig fesztivál előtt, sokan meg is kérdezik, hogy sikerül-e az, hogy számítógép, meg mobiltelefon, meg ilyen-olyan kütyük nélkül egy gyereknek 3 napig a figyelmét lekötni, és sikerül, elfelejtik. Egyszerűen szerintem nem jut itt eszükbe nekük ez. We must be smart and use technology in a positive way, and yeah, not being controlled by it. Using it for at our advantage in a sensitive, smart way. I think probably one way, there are detox clinics in China for kids who are addicted to video games. I think they do lots of physical exercise. They are in a community, they are all together, so there is human contact. That's what now in big cities you miss. I mean, even when you were in a commuting, you're on a bus or a train, people are always, you know, with a mobile or with a tablet. You don't even look at each other's face. Every now and then I wonder if something happens on a train, then there won't be any witnesses, you know, because everybody will keep looking, and maybe with the camera if someone has very, you know, prompt reflex, but otherwise you don't look with your eyes anymore. Számítógép szakértők, akik sok mindenről beszélnek, például arról, hogy mennyire titokzatos módon befolyásolja az ember agyát, az ember szívét, az ember mirigyeit, az ember belső szerveit, mint például mit tudom én, a máját, az a bizonyos frekvencia, ami a processzorban van. Dolgozok órákon keresztül, és az én testem, amelynek sok-sok frekvenciája van, az szenved órákon keresztül. Mert felbolygatják a belső szerveket ezek a frekvenciák, amelyek a számítógéptől erednek. Tehát ez az egyik. És ezen az ember gondolkozhat, és hát mindenki hozzon döntést saját gondolkozása szerint. Én ezt biztosan tapasztaltam, hogy igen, a májam is megérezte, a fejem is megérezte, a szívem is megérezte. Különböző pillanatokban, különböző órákban, különböző módon. De azon kívül én azt tudom, hogy nekem szerencsém volt, mert 25 évesen dolgoztam először számítógépen. De akkor az idegrendszerem már fel volt rendesen fejlődve. Viszont a csecsemőnek az idegrendszere még nincs is ott, nem is létezik jóformán. Vagy a 2 éves, vagy 3 éves gyerek idegrendszere alig most cseperedik. És egy ilyen gyereknek az ülébe tenni a laptopot, vagy az iPad-et, hát az rosszabb, mint a holokauszt. Mert az a te gyereked, és te ölöd meg saját kezeddel. És nem most, nem lehet tudni mikor. Lehet, hogy nem fog attól rákbetegséget kapni, de lehet, hogy nem fog tudni semmit kezdeni saját életével, mert már nem lesz benne az az erő, hogy rájöjjön, hogy mit csinálhat ő ebbe az új világba. Például ebbe a tökéletes számítógépes világba. A nyitottság, ami hiányzik az emberekből,
nem is tudom, az a... Azt hiányzik az emberekből, hogy kipróbálják, nyissanak az új fele végül is. Mi volna, hogyha egy olyan programot, mint az Ignitász név alatt fut, ők találták ki ezt a nevet, kialakítanák nem csak Sztálnára vonatkozóan, hanem akár Erdélyre vagy más régióra, határon túliakra, hogy több tehetős család Magyarországon egy gyereket tanítasson ki. Ez főleg egyetemre vonatkozott, hogy egyetem, főiskola, és megint azt mondom, hogy Móni volt az első, akit végig támogattak, de azóta már Sárvásár, Nyárszó vagy különböző régiókból támogatnak gyerekeket, és ez tényleg jó. Nem volt semmi a megkötés, sokat beszélgettünk, hogy vajon hogyan lehetne őket itthon tartani. Tehát nem az, hogy most Sztánnál maradjanak, de az, hogy Erdélyben maradjanak. És így azt mondtuk, hogy ebben nem szólunk be az élet ilyen rendjében, ez volt a végső határozat, hogy mindenki kapja meg a maga helyét az életben. Persze arra szorgalmazzuk, hogy azért az itthon maradás fontosabb, de nincs az, hogy most támogattunk, csak utólag visszafizetett azt, hogy, vagy a támogatónak visszafizetett az. És persze azonnal jó, hogyha ők is majd, amikor munkáját kapnak, akkor ők is bizonyos átérezzék, hogyha a lehetőségük van, hogy ebbe az alapba beleadjanak, hiszen ők is itt tudtak elvégezni iskolát vagy főiskolát, hogy így jött be ez az Ignitász, és ez már több éve most már működik. A zenével az a baj, hogy tanítják. A zenével az a baj, hogy tanítják, és akkor Kodály Zoltánról meg kell tanulni az életrajzát, hogy meg kell tanulni, hogy mit csinált, és hogy mennyire fontos, és hogy miért fontos, és ez egy rendkívül romboló hatású dolog. Mert ezt kellene egyszerűen csinálni, tehát a zenét zenével kéne tanítani. Ha az ember elmegy egy könyvesboltba, és talál egy Omran Mikhail Ivanov könyvet, vagy egy Carlos Castaneda könyvet, vagy egy Rudolf Steiner könyvet, és átlapozza, és érzi, hogy valamilyen kapcsolat létezik a között, ami ott a lapok között él, vagy el van rejtve, és a saját lelke között, akkor már az már nagyon fontos az ember életében, akkor ott már valami történt. Ott már egy valódi találkozás jött létre. Én azt hiszem, hogy az égben nincsenek kották, de ugyanakkor azt hiszem, hogy az égben, amit muzsikálnak az égi lények, annak a partiturája, most már ezt időzőjelben mondom, hogy partiturája meg van írva, de amit az ember muzsikál, az nincs megírva. Az embernek el kellene jutni oda, hogy a saját dalát muzsikálja. Gyerekként az első emlékem az ilyen a lemez játszó fel volt téve, és Kós Károlynak a beszédét hallottam, az erős hangjára emlékszem, és Petőfi Sándor versekre is emlékszem, de Kós Károly hangjára nem emlékszem is, és már akkor érdekes, hogy hogyha hallom ugyanazt a beszédet, mindig emlékszem, hogy azt tényleg tisztán hallottam, de a fülemben csengne, és az egy igazi szellemi ember volt itt Erdélyben, az emberségnek a szellemiségét képviselte itt Erdélyben. De nem annyira nyilvánvaló volt akkor, akkor amit ő mondott, szerintem, hanem ez most van folyamatban szerintem, ez úgy, mint az agyakorsót, mikor kiépítik, akkor most nem tudom, melyik fázisában vagyunk, de folyamatban van szerintem a Kós Károlynak a lelkiségén keresztül megnyilvánul ez a transzilvanizmus, hogy a népek együtt éljenek. A baráti körömben remélem mindenki arra törekszik, hogy ez egy egység legyen végül is.
És én is arra törekszem. Üzenek nektek, ti új emberek. Én a régi ember. Járom a tövises ösvényt, és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél, és perzselt a nap, és nem sokára talán utolsó leszek az utolsók között. De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők, és nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának, mert erősek lesznek, hatalmasok és magyarok. Az én lábam nyomát pedig eltemeti a hó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa, de a felén boruló domb virágos lesz mindig. És emlegetni fognak engem is, apáimat is, az én véreim. Az én munkámat folytatják ők, és az én életem örökké való lesz bennük, mert én itthon maradtam.